És 30 ezer forintot kínáltak a buszvezetőknek havonta, úgyhogy én néztem a tévét és mondtam, hogy én bizony buszvezető akarok lenni. Akkor is hercegnő akartam lenni, és állni szerettem volna egy erdélyen, úgyhogy én maradok ennél a koncepciónál. Hát, ugye, ha van kedvük velük. Bocsánat, de hogyha mondjuk emeletes buszt vezetnék, akkor mehetnék érted az erdélyen, akkor csak rá kell lépni. Én másra gondoltam, hogy én ezt elmondom őt, tehát az én ajánlatom az, hogy mi állunk az erdélyen, és jönnek az urak mondjuk egy varázsszínén, és akkor elrepülhetünk esetleg Agrabába. Szabad, élet bámolít.